A panorámafutás és a Hungaromen után újabb különleges sportrendezvényt szervezett a zebegényi Markus Honstedt és felesége Judit. Ezúttal egy könnyed, 12 kilométeres éjszakai futásra invitálták a sportszeretőket. A környezet most is a festői Dunakanyar volt, amelyet ezúttal az esti fények megvilágításában csodálhattak meg a résztvevők. A start a Szobi Szent László templomnál volt, ahonnan közös bemelegítést követően az indulók a Dunapart felé vették az irányt. A futók között volt Józsa Gábor országos bajnok, aki az áprilisi Hamburg maratonon egyéni csúcsot futva teljesítette a kvalifikációs szintet, így már biztos, hogy augusztusban képviseli Magyarországot a riói olimpián. A végéig be tudtam fedezni a versenyt abban a tempóban, amiben terveztem és elkezdtem. Nagyon jó mezőny volt, nagyon jó pálya volt. Németországban nagyon jó maratonokat szerveznek. Józsa Gábor tavaly napi 8 órában dolgozott informatikusként, és mellette heti 12 órát edzett. Januártól azonban félállásban tevékenykedik, hogy teljes gőzzel tudjon készülni az olimpiára. A sportoló elmondta, mivel tartania kell a napirendjét, este ritkán, inkább csak nyaranta szokott edzeni. Ilyenkor azonban óvatosabban kell futni, mert a sötétben könnyebben lép rossz helyre az ember. Gyorsabbnak érzi az ember a futást, ami azért van, azt hiszem, ez ilyen optika, szemoptika, mert hogy ezek a csapok meg mindenféle dolgok a szemben gyorsabban reagálnak éjszaka, és emiatt gyorsabbnak érezzük a sebességet, de igazából nem. De nyáron mindenképpen abból szempontból az időjárás szempontjából nagyon jó. A hosszú távfutás nagyon befolyásolja a hőmérséklet, és azért ilyenkor a napon és az éjszakai hőmérséklet között azért több mint 10 fokon, ez nagy különbség, ez sokkal ideálisabb. Józsa Gábor már nem először vett részt a Dunakanyarban rendezett futóversenyen. Tavaly a 25 kilométeres panoráma futáson is indult, ahol nagy hőségben kellett teljesíteni a távot. A versenyző kiemelte, szereti ezt a környéket, nagyon vonzák a hegyek, hiszen több mint 10 évig tájékozódási futó volt. Markus szóval személyes kapcsolatunkban is ő invitált a versenyre, hogy nézzem meg, tavaly nyáron is részt vettem az első panoráma futáson, az első nappalén, elképesztő melegben. Hát ez nem a rendező hibája természetesen, de annak ellenére nagy élmény volt, nagyon szép képzés volt. Hát most így ez megint nagyon jó élmény volt végig lefelé, lámpát fel se kapcsoltam néha a hófényben, nagyon hangulatos volt. A verseny útvonala a Szob és Nagymaros közötti kerékpárúton haladt végig. A sötétben, mint Szent János bogarak világítottak egymás után a futók. Az esti mérsékelt melegben a Duna illata élénkítette a sportolókat, illetve a pálya mellett egy-egy lelkesítő csoport szurkolt az előttük elhaladóknak. Több frissítő állomás is volt az út mentén. A Zebegényinél az előző napi holland-magyar labdarúgó mérkőzés külföldi résztvevői is rukkoltak a versenyzőknek. A befutók közül az első három helyezettet díjazták. A másodikként célba érő Bognár Bulcsú hazai terepen futott, ugyanis Nagymaroson lakik. Gyakorlatilag azon a pályán futottunk, ahol az edzéseimet szoktam folytatni. Úgyhogy ismerős volt, de volt egy-két szakasz, nem volt pontosan kijelölve, aztán a futótársam igazított útba egyszer-kétszer, de nagyon kellemes volt. Sajnálom egy picit, hogy kevésbé voltak jelen a buzdítók. Az első zebegényi éjszakai futásra a szervezők várakozásait felülmúlva több mint 300-an neveztek. Nem nagy meglepetést okozott, hogy a nagymarosi főtéren felállított célállomásra elsőként Józsa Gábor ért be, 44 perc alatt teljesítve a távot. A nők közül dr. Fekete Anna állhatott a dobogó legfelső fokára, ő egy óra alatt ért célba.